Saját nyelvük van, levadásszák a nagyfehér cápát is, tanulnak, fejlődnek, stratégiákat és szociális kapcsolati hálókat alakítanak ki. Nincs még egy állat, ami ilyen okos lenne. Az ember a tápláléklánc csúcsa, ehhez nem fér kétség. Leigáztuk a környezetünket, ott vagyunk a Föld minden pontján, még a tengereken is. Na de tudod, mi a második legelterjedtebb emlős utánunk? A karcárnyú delfinek. A bolygó minden óceánjában jelen vannak, és még a vízi csúcsragadozók kapcsán szinte mindenkinek a cápák ugranak be. Ez egy súlyos tévedés. Az orkák a tengerek valódi urai. Nézzük meg, mitől ennyire félelmetesek. A gyilkos bálnák, orkák vagy karcárnyú delfinek a delfinfélék családjába tartoznak, nemük egyetlen ma élő faja. Megjelenésükről azt hiszem nem kell sokat mesélni, szinte mindenki ismeri őket. A történelem során hívták már őket Gramusznak, Blackfishnek, azaz fekete halnak és bálnagyilkosnak is, ami aztán már a gyilkos bálnává alakult. A bálnagyilkos nevet már az ókorban megkapta, mivel már a római birodalom korában is látták a halászok, ahogy a karcárnyú delfinek bálnákat vadásznak le és falnak fel. Az első írásos feljegyzés az állatokról egyébként az első századból származik. Tudományos nevük az Orcinus orca, a római alvilág urára utal. Az évszázadok alatt orkát keverték Plutóval és Hadésszal, de mindig az alvilág királyának sötétebb, a holtakat büntető oldalára használták. Az állat nevének jelentése így orkához tartozó, vagy a holtak birodalmához tartozó, ezzel utalva az elképesztő vadászképességekre, és hogy amit csak találnak, a holtak birodalmába küldik. Prédáik lehetnek épp nagyobb méretű halak, tintahalak, tengeri madarak, fókák, nagyobb ragadozók, mint akár cápák, köztük a nagy fehérrel, megesznek más delfineket is, és akár önmaguknál jóval nagyobb bálnákat is. És nem is csak a békés planktonevő fajokat, hanem akár még az ambrászceteket is, akik képesek visszatámadni és megölni őket. Ha egyedül vannak, csak ritkán vannak egyedül. 6-8 méteres méretük és fogaik mellett elképesztő gyorsak is, bent vannak a 10 leggyorsabb vízi állat között, akár 54 km/órás sebességükkel. Van viszont egy dolog, amivel tényleg mindenki fölé emelkednek, és ami miatt a nagyobb, erősebb ragadozókat is könnyedén levadásszák. Ez pedig nem más, mint az eszük. A karcárnyú delfineknek van az állatvilágban a második legnagyobb agyuk, pusztán tömegét tekintve. Agytömegük, testtömegükhöz viszonyított aránya egy szinten van a csimpánzokéval és a palackorú delfinekével, viszont ez egy elavult intelligencia mérő, egyre kevésbé használják. Ahogy egyre jobban megértették és feltérképezték az állatok viselkedését és agyszerkezetét, úgy jöttek rá, hogy az orkákat még alul is becsülték ezzel. Kognitív, szociális és probléma megoldó képességeik a főemlősök és más delfinek fölé helyezik őket, ténylegesen a második legokosabb lénynek tartják őket a bolygón utánunk. Bizonyos beslések szerint akár egy 15 éves homo sapiens szintjén is lehetnek. Találékonyságukat jól példázza, hogy minden zsákmányra eltérő, a préda viselkedését figyelembe vevő stratégiát dolgoznak ki, majd ezeket a vadászati módszereket képesek továbbfejleszteni és a környezethez igazítani, tanítják a fiatal generációkat és képesek átadni a szokásaikat. A nagy fehér cápákat például úgy ejtik el, hogy csapatosan körülveszik, ne tudjon elmenekülni, majd oldalról neki mennek és megpróbálják fejjel lefelé fordítani a vízben. Ez alig egy pár perces mutatvány, a fehér cápa nem jelent rájuk nézve valódi veszélyt, magányos, kisebb, lassabb és butább állat, esélye sincs. Amikor megfordították, a cápa megbénul. Ez egy idegrendszeri reflexük, egy búvár is meg tudja csinálni egy kisebb cápafajjal, és valahogy a gyilkos bálnák kitapasztalták ezt. A transzbe esett állatot az orkák ezután felnyitják, pontosan ahol a cápa mája van, és kieszik a tápanyagokban gazdag zsíros szervet. A nagy fehér cápa, amitől sokaknak rémálmai vannak, ha a nyílt tengerre gondol, olyan szinten fél a karcárnyú delfinektől, hogyha sikerül elmenekülnie, vagy hagyják elmenekülni, akár egy teljes évre otthagyja miattuk a cápa a vadász területét. Az orkák persze nem ölnek folyton cápákat, nem is igazán keresik, inkább egyfajta nasi, ha belefutnak egybe. Érdekes még, hogy nem mindig a máját eszik ki, volt már, hogy a szívet vagy a heréket célozták. Az orkák ugyanúgy megválogatják épp mihez van kedvük, mint amikor mi eldöntjük, a marhának épp melyik részéből ennénk sztéket, vagy a disznó melyik részét akarjuk megsütni. A bálnáknak például nagyon szeretik a nyelvét és az állkapcsuk alsó részén lévő húst, az nekik egy prémium cut. Persze nem ez az állandó táplálékuk, tipikusan inkább makrélákat, lazacokat és hasonló rajokban élő halakat fogyasztanak nagy mennyiségben. A halrajok aláúsznak és buborékokat fújnak ki a légzőnyílásokon, hogy a halak a felszínre ússzanak, majd a farkukkal odacsapva elkábítják őket, és zabálnak, amennyit csak tudnak.
teszik mindezt egy jól koordinált, szervezett, csapatos támadás keretei közt. Ezek a jóval kevésbé intelligens fajok egyszerűen nem tudnak ezek ellen védekezni. Egy másik híres módszerük, hogy képesek hullámokat kelteni és felborítani a jéglapokon pihenő fókákat, akik azt hiszik, ott nincs mitől tartaniuk. Az orkák képesek akár 50 fős vadászatra is, ami példanélküli csoportméret a hasonló állatoknál. A tudósokat több mint 100 éve ámulatba ejti, milyen taktikusan képesek vadászni, de már önmagában az is hatalmas, hogy tudnak koordinálni egy 50 fős vadászatot. Őszintén, ez még egy emberi csoportnak sem egy csak úgy külön kiképzés nélkül. Ó, és azt tudod, hogy miért fekete-fehérek? Ha nem, lájkold ezt a videót, és már is elmondom. Az állatvilágban, pontosabban a tengerben ez a counter shading, azaz ellenárnyalás. Sok ragadozó felül sötét, alul világos, hogy akármerről nézve beleolvadjon a környezetébe. Alulról nézve a napsütötte vízfelszínbe olvad bele a fehér hasuk, fentről nézve pedig a mélység sötétjében rejtőzködnek felső részükkel. Na de nézzünk meg még egy érdekes dolgot, hogy mi nincs a prédáik között. A csendes óceán észak-amerikai partjainál élt tlingit indiánok legendája szerint egy fafaragó Nacilane feleségül vette a törzs főlányát. Tehetségére irigy sógorai viszont összeesküdtek ellene, és egy fóka vadászaton magára hagyták a tengeren meghalni. Egy oroszlán fóka talált rá, aki megkérte segítsen a sebesült gyerekén. A fafaragó kihúzta a fókából a benne maradt lándzsát, amiért cserébe megmentették az életét. Nacilane bosszútól fűtve elkezdett bálnákat faragni fatörzsekből. Az első két alkotása ellebegett a tengeren, de a harmadik életre kelt. Az indián legenda szerint ez volt a világ első gyilkos bálnája. Nacilane elküldte, hogy beteljesítse bosszúját, és a teremtménye végzett sógoraival, de később nagyon megbánta tettét, és megígértette a lénye, hogy soha többé nem bánthat embert. Az indián mesének nincs sok köze az orkák törzs fejlődéséhez, de egy dologra érdekesen rávilágít, amit ezek szerint még az indián törzsek is észrevettek, hogy a karcárnyú delfinek valóban nem bántják az embereket. Egy elmélet szerint a búvárok és filmesek által használt ruha elnyeli a hanglokátorukat, ezért nem látnak minket jól, de ennek valójában nincs jelentősége. Akár 15 kilométerre is elhallanak, és pontosan olyan jól látnak, mint mi emberek. Egyedül szaglásuk nincs, ami a vízben nem is kell nekik. Szóval tudják, hogy ott vagyunk, látnak minket, játszanak velünk, sőt, nem egy embert mentettek meg a cápáktól, vagy segítettek kijutni egy hajótörés után. Viszont tényleg nagyon érdekes, hogy nincs feljegyzésünk olyanról, hogy egy gyilkos bálna embert támadott volna meg agresszióból. Balesetek történtek, volt már, akit fókának néztek, de olyan is volt, hogy a bálnák visszavonultak, ahogy felfedezték, hogy valójában nem egy fókát vadásznak le épp. Voltak, akik játék közben sérültek meg, illetve fogságban is volt már, hogy orka emberre támadt, de ott sem tudják, hogy ténylegesen kárt akart-e tenni benne, szóval a lényeg, hogy nem ártanak nekünk. Nincs olyan, hogy felénk úszik egy és meg akarna enni. Erre jelenleg két lehetséges magyarázat is van, de nem tudjuk pontosan, miért ilyen jó fejek velünk. Az egyik elmélet, hogy az ekolokációjuk nagyon pontos, azonnal felismerik az embert, mindegy miben van, vagy legalábbis annyit tudnak róla, hogy mi nem. Nem fóka, nem hal, nem madár és a többi. Eszerint az elmélet szerint az orkák megtanulják, mi a préda, és azt eszik, amit a felnőttektől látnak. Tanulják a vadászatot, a kommunikációt, szóval lehet, hogy minta alapján vadásznak, és az ember sose volt része a tradicionális konyhájuknak. Mivel ők nem cápák, nem kísérleteznek. A másik elmélet, hogy az orkák képesek felfogni, egyrészt, hogy nem oda tartozunk, nem vízi állatok vagyunk, így nem is préda, másrészt, hogy intelligensek vagyunk. Népszerű elmélet, hogy az orkák nem támadnak meg minket, mert értik, hogy intelligens lények vagyunk az ő sztenderdjeikkel is. Bár itt sántít, hogy akkor más bálnákat és delfineket miért tesznek rendszeresen. Akárhogy is nincs mitől félnünk, minden másnak viszont van. Hogy tovább menjünk abban, mire is képesek, az orkák kapcsolatot tudnak létesíteni az emberekkel. Ez lehet kellemetlen, például, hogy megtanulják, hol halászunk és kieszik a fogást a hálókból. Olyan szinten képesek megérteni, mit csinálunk, hogy felismerik az egyes hajókat is. Olyan is volt már, hogy amikor fogyni kezdett a hal egy területen, elkezdték tönkretenni a hajócsavarokat, ezzel megbénítva a hajókat. Tudták, hogy az hajtja előre a járművet, és ha tönkreteszik, leáll. Azért erre nem sok állat képes. Sőt, miután a helyi halászoknak elege lett a zsákmányukat dézsmáló orkákból, felállítottak egy rendszert, hogy eltereljék a figyelmüket egy hajóval, még a másik kihúzza a hálóját. Ez egy ideig működött, majd az orkák rájöttek, mi történik, és szétváltak. Megtanulták, hogy mindkét hajót figyelniük kell. Viszont az emberekkel való kapcsolat lehet előnyös is, már-már munkakapcsolatszerű. Észak-Amerikában és Ausztráliában is többször előfordult már, hogy a gyilkos bálnák segítettek vadászni az embereknek, halakat vagy akár bálnákat tereltek össze a halászoknak, hogy a végén megosztozzanak a zsákmányon.
Egy ausztrál öbölbe például hosszú szárnyú bálnákat tereltek, a falka három csoportra oszlott és lépésenként üldözték be a bálnát az öbölbe, majd az egyik hím kiugrásával jelzett a halászoknak, hogy fejezzék be a munkát. Nekik csak a bálna nyelve és a szája körüli része kellett, amit már említettem, a többit meghagyták az embereknek. Sőt, ezt képzeld el, amikor az egyik halász megtagadta a karcárnyú delfinektől a bálnából járó részt, abba hagyták a kooperációt. Nem véletlenül csinálták ezt, nem természetesen jött nekik, pontosan tudták, hogy kvázi fizetségért dolgoznak vagy segítenek. És ha már intelligencia, beszéljünk a saját kapcsolataikról is. Nagyon jól példázza intelligenciájukat, hogy amikor az egyik tagjuk elájul, felviszik a felszínre és fenntartják, míg újra lélegezni kezd. Ilyet se sok állat csinál. A csoportjaik rokonsági alapon szerveződnek, egy főnőstény köré, mint mondtam, saját nyelvük van, amit sajnos nem értünk, de nem csak, hogy rengetegféle hangot adnak ki, vannak sípolások, füttyentések, kattogások. De komplex üzeneteket képesek egymás közt kommunikálni. A vadászatuk során egy vízbeejtett mikrofon szinte felrobban a hangok kavalkádjától. Olyan szinten folyamatos kommunikáció van az egyedek között, és mindenki tudja mindenkiről, hogy épp mi történik vele. És hogy még érdekesebb legyen, minden állat eltérő hangszínen kommunikál, eltérő stílusban, mint mi emberek. A csoportok között pedig még dialektusok, azaz mint nálunk a nyelvjárások is kialakulnak. Egyedenként és csapatonként is máshogy beszélnek. Az egyes orkák hangjai közti hasonlóságból tudunk következtetni a rokonságuk fokára is, mivel egymástól tanulnak megbeszélni. Képesek ultraszónikus, azaz bőven az emberi hallástartománynál magasabb hangokat is kiadni, amik a vízben nehezen terjednek. Ez az echolokáció ellentéte, nem 150 méterre látnak vele előre, hanem épp hogy egymás között, kis hatótávolsággal így titokban tudnak kommunikálni, és a préda nem veszi észre őket. Egy utolsó érdekesség, hogy jelenleg egy AI segítségével próbálják az emberi beszédet az orkák hangjára lefordítani. Az agyukat vizsgálva arra is rájöttek, hogy még több információt képesek elraktározni, mint mi emberek, illetve vannak érzelmeik, van érzelmi intelligenciájuk, és tisztában vannak a saját létezésükkel. Az orkák bolygónk egyik valódi csúcsragadozója, nincs ellenfelük, nem vadászza őket semmi, és nincs ami elejteni őket. Talán sok infóval tisztában voltál már a videó előtt is, de az óceánok mélye rengeteg bizarr és különös faj tartogat még. Kattints tovább videónkra a mély tengerek legrémisztőbb állatairól. Örülünk, hogy itt voltál, ha tetszett a videó, iratkozz fel, és persze köszönjük a támogatást minden csatornatagnak és fő partnerünknek, a Rekhosznak.